Ez a Híradó csütörtökön, köszöntöm nézőinket! Bontják az erősen leromlott állapotú Kisfaludy utca 1-es számú saroképületet. Az építmény az önkormányzat tulajdonában van, lakók már régebb óta nem éltek benne. A bontás feladatát a Városgondnokság kapta meg, mely alvállalkozóval végezteti el a munkát. Bakó Istvántól megtudtuk, az épületben felhalmozott szemét elszállítása és elhelyezése több mint 1,5 millió forintjába kerül a városnak. A tetőt már lebontották, most az udvar felől bontják az oldalfalakat, és várhatóan november végére teljesen eltűnik az épület a Kisfaludy utca sarkáról. Az elmúlt években is folyamatosan bontottunk régi épületeket, ez azonban nagyon szem előtt volt. Szem előtt volt akkor is, amikor rossz állapotában itt állt, és sokan megkérdezték, hogy miért nem teszünk vele valamit, és most a bontás közben is sokan észrevették, hogy ez az épület el fog tűnni, és most pedig ezt tették szóvá. Ezt az épületet azért kell lebontani, mert aránytalanul sokba került volna a felújítása, ahhoz képest, ami azoktól az előnyöktől várható, hogyha ezt az épületet innen elbontjuk. Ebben az épületben már lakók nem voltak, egy bérlő volt. A évek alatt készítettük elő bontásra az ingatlant. A ház állapota, az előtte lévő derékszögű kanyar, a húsgyárhoz kapcsolódó nagy gépjárműforgalom együttesen indokolta az épület lebontását. Ezzel a város rendezési szabályozási tervében is számoltak már régóta, tette hozzá a polgármester. A bontást most elvégzik, a kanyar ívének módosítása azonban még odébb lesz. Az épület elbontás azonban már most is sokat fog segíteni a helyzetet, hiszen beláthatóvá teszi ezt a kanyart. Addig, amíg itt a telekkel pedig nem rendelkezünk véglegesen, addig lemurvázzuk és karba fogjuk tartani. Alkalmas lesz arra, hogy itt autók álljanak meg. Az épületbontás november elején kezdődött, tudtuk meg Bakó Istvántól, a Városgondnokság igazgatójától, aki elmondta. A munka a szemét elhordásával kezdődött. Az udvarról 16 kamionnyi szemetet vittünk el, annak ellenére, hogy kerítéssel és kapuval zárt terület volt. Ennek a javarésze építési törmelék volt, ami sajnos nem tiszta, mert keveredett bele kommunális hulladék, és különböző szerves anyagok, faágak, rothadó fű, falevelek ilyenek voltak. Bent az épületből 6 kamionnyi kommunális hulladékot szórtak ki a alvállalkozók, és azt már saját géppel vittük a közszolgálatnak a telephelyére, a padlás pedig műszerfalakkal, autógumikkal és lökhárítókkal volt tele. Hát ez olyan 1,5 és 2 millió forint körül összeg lesz ez a nagy mennyiségű szemétnek, hulladéknak a lerakóhelyre történő szállítása és a lerakási díj megfizetése. A rengeteg hulladékot 2 nap alatt tudták elszállítani. Az alvállalkozó ezután kezdhette meg a bontást. A tető, a faanyag, a födém, és most már ott tartunk, hogy az oldalfalaknak a döntését követően a téglák kocogtatása történik. Kibontott építőanyag az a vállalkozót illeti meg, a Városgondnokság az 1 forintot nem fizet ezért a munkáért. A munka várhatóan a hónap végére befejeződik, utána a Városgondnokság rendezi a terepet, és murvával borítja az ingatlant. Ez a tervek szerint december közepére készül el. Mától nem lehet várakozni a Pápai Hús Kft. Előtt a Lehel utca és az üzembejárata között. A várakozni tilos táblát ma délelőtt helyezte el a Városgondnoksága a Lehel utca sarkán, így a reggeli műszakra érkezők és ott parkolók még nem észlelhették a változást. A várakozás megtiltását a Pápai Katasztrófa Védelmi Kirendeltség kérte az önkormányzattól, a pápai hús veszélyeztetése és a tűzoltói beavatkozás biztosítása miatt. Ez azt jelenti, hogy mostantól nem lehet parkolni az üzem épülete előtt a Kisfaludy utcán. Miként fordítható a diákok figyelme a természettudományok felé, és milyen eszközök segíthetnek ebben? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a Tudomány a Társadalomban című konferencia. Az előadásoknak a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma adott otthont. Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központjának rendezvényére Fejér és Veszprém megyéből érkeztek előadók és érdeklődők. A konferencia egyik célja a természettudományok népszerűsítése volt, hisz ezeket egyre ritkábban részesítik előnyben a diákok. Kevesen választják továbbtanulási irányként. Olyan technikákat kell bevezetni az oktatásba, amely megfogja a diákokat.
értem én itt az infokommunikációs eszközöket, digitális eszközöket, és ezekkel is érdekesebbé kell mindenképpen tenni a tanítási órákat a pedagógusoknak. Hollósi Lászlóné szólt a természettudományos oktatás európai közösségéről, aztán átadta a szót Tóth István mesterpedagógusnak, aki hangsúlyozta, az egyéni foglalkozás nagyon fontos a természettudományos képzés terén is. Nehezebb a délelőtti órákban, én inkább hozzáfűzök saját munkát a délutáni munkába, ezt mi úgy hívjuk tanárnak, hogy a délutáni tanulról kívüli munka, és ott oda csalogatom a gyerekeket, és négy szem közt együtt átélve, együtt barkácsolva, együtt keresve szakirodalmat sokkal jobban sikerül, és akkor azokat a gyerekeket szembeállítom a saját korosztályukkal, és ők előadnak. A diákokat nagyon sok inger éri, ezzel nehéz felvenni a versenyt egy-egy tanórán. Minden esetre az eszközök segíthetnek ebben, mondta Gerse István, az Alba Innovár Digitális Élményközpont vezető oktatója. Mindenképpen a legfontosabb az, hogy a gyerekek manipulatív módon sajátítsák el az ismeretanyagot, lehetőleg minél több olyan élménye nem jelenjen meg az oktatás területén, amely a monotonitást feloldja, és a jelenlegi z-generációs gyermekeinknél kimondottan fontos az, hogy állandóan pörgő ritmusú, és minél több vizuális elem jelenjen meg az oktatás területén. Az előadó szólt a robotika alapjairól, valamint arról is, hogy a tanítás hogyan támogatható digitális pedagógiai eszközökkel, s többek közt egy 3D-s nyomtató működését is bemutatták. Pápaváros önkormányzata és a Pápai Rendőrkapitányság Pápavárosi Balesetmegelőzési Bizottsága kerékpártúrát szervez vasárnapra a közlekedési balesetek áldozatainak emléknapjához kapcsolódva. A túra egyrészt a kerékpáros közlekedés szabályaira hívja fel a figyelmet, másrészt kerékpáros közlekedésre ösztönzi a városlakókat, ismertetve az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket, harmadrészt pedig a balesetek áldozatairól való megemlékezést szolgálja. Az önkormányzat és a Pápai Rendőrkapitányság mindenkit szeretettel vár a vasárnap 16 órakor kezdődő rövid biciklitúrára. A Városi Balesetmegelőzési Bizottság évek óta megemlékezik a közlekedési balesetek áldozatainak emléknapjáról. Mi Pápán ezt egy kerékpártúrával kötöttük egybe. Ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kerékpárosok a közlekedésben résztvevők egyik legsérülékenyebb kategóriája, hiszen őket nem védi kívülről karosszéria egy-egy baleset során. És nem titkolt célunk, hogy népszerűsítsük ezzel a túrával is a kerékpáros közlekedést, hiszen egyrészt a környezetvédelme, másrészt pedig az úthálózatnak a teherbíró képessége is jobban preferálja a kerékpáros közlekedést. A kerékpáros közlekedés szorgalmazása az önkormányzat számára is fontos. Topos projektjei között is van olyan, amely ehhez járul hozzá a közlekedési infrastruktúra jelentős fejlesztésével. A fenntartható közlekedés fejlesztés célja az az, hogy a város meglévő közlekedési infrastruktúráját optimálisan használjuk ki. Ez mindenképpen azt szeretné jelenteni, hogy minél többen válasszák a gyalogos és a kerékpáros közlekedést. A kerékpáros közlekedés a területi operatív programból elnyert 500 millió forintos közlekedésfejlesztési programon belül hangsúlyos. Azt jelenti, hogy a Győri úti kerékpárutat fogjuk megújítani a projekt részeként, illetve lehetővé tesszük a repülőtér elérhetőségét kerékpáron keresztül. Ez egy téglagyári úton, Rét utcán, Terv utcán, Gém utcán keresztül vezető kerékpáros nyomnak, és a város határától a repülőtérig pedig egy kerékpárútnak a megépítését fogja jelenteni. Azért, hogy minél többen válasszák a kerékpáros közlekedést, ezért a szemlélet formálására is szükség van. Éppen ezért ennek a programnak része az, hogy több akcióval felhívjuk a figyelmet a kerékpáros közlekedés fontosságára. Az első ilyen az vasárnap 16 órakor lesz. A vasárnapi biciklitúra körülbelül 4 km hosszú. A Peruc stadiontól indul, a Győri úti kerékpárúton, a Vasari úton, majd a Gém, Terv és Rét utcán keresztül jut el a téglagyári útra. A túra elején szokásomhoz híven egy rövid ismertetőt fogok majd tartani a kerékpáros közlekedés mikéntjéről. El fogom mondani, hogy a túra közben milyen közlekedési helyzetekkel leszünk érintve, és ott mi a helyes magatartás. A túra a Kálvária templomnál ér véget, ahol megemlékeznek a közlekedési balesetek áldozatairól.
A kerékpártúrán résztvevők ajándékot kapnak, a pápai rendőrkapitányság pedig egy értékes ajándékcsomagot is kisorsol a biciklizők között. 1993. november 16-án volt a Pápavárosi Televízió első kísérleti adása. A tévé fennállásának 25 éve alatt rengeteg helyszínen megfordultunk, 31 ezer magazint és 22 ezer híradót készítettünk. A negyed évszázados jubileumot a jelenleg 16 tagú stáb 3 órás élőadással ünnepli, holnap 18 órától. A műsorról a televízió munkatársait kérdeztük. November 16-án pénteken 18 órától 3 órás élőadásra készülünk. A Pápavárosi Televízió műsorát ezúttal nem a Deák Ferenc utcai stúdióból, hanem külső helyszínről láthatják. A Városháza dísztermében és annak előterében, 3 helyszínen sok vendéggel beszélgetünk, zenészekkel, táncosokkal, közéleti személyiségekkel, és lesznek fellépőink is. A 3 óra műsor az gyakorlatilag 5 percenként be van osztva, tehát nagyon sok érdekességre számíthatnak a nézők. Leginkább törekedtünk arra, hogy a városról szóljon, tehát akik a városban születtek, városban élnek, városban dolgoznak, vagy velünk az elmúlt 25 évben kapcsolatuk volt, ők lépjenek fel, mutatkozzanak be, vagy pedig csak legyenek ott vendégként, és nézzék élőben a műsort. Az adást a klasszikus tévécsatornán és interneten is nyomon követhetik. A vtvpapa.hu és a papama.hu élőképben mutatja a Városházán zajló születésnapi műsort. Erre az adásra készülődést elkezdtük már, hát gyakorlatilag hónapokkal ezelőtt. Folyamatosan épült fel, hogy kinek mi a dolga, folyamatosan épült fel az adás, folyamatosan épült fel, hogy mi minden kell ehhez az adáshoz. Hát most úgy érzem, hogy megvan minden. A műsorban fontosak a technikai feltételek is. A stáb a szervezéskor erre is nagy hangsúlyt fektetett. Számunkra ez a 25 éves születésnap nem csak a televízió 25 éves szülinapi ünnepsége, hanem azért is ünnep, egy különleges alkalom, mert egy külső helyszínen fogjuk ezt a több helyszínes, forgatagszerű műsort megvalósítani, 6 kamerával, 2 bejátszóval, sok emberrel, egy közös igazi csapatmunkával. Ebből a csapatból mutatunk is néhány kollégát. A technika összeállításáért vagyok felelős, és az élőadásban én fogok feliratozni. Az adás összerakásában vagyok technikai felelős, illetve az élőadás lebonyolításáért is felelős vagyok. Az élőadásban nekem többféle feladatom is lesz. Egyrészt híradózni fogunk, illetve az élőadásban pedig én fogom vinni a vendégeket, hogy időben a kamera elé kerüljenek. A 25 éves műsorban Annával fogunk híradós bemondózni, tehát mi fogjuk vezetni a jubileumi műsornak a híradóját. Az én feladatom még az lesz, hogy az élőadás után az éjszakai műsor rendbe menjen. Az élőadáson felvett anyagot én fogom az adásgépbe elrendezni, hogy a nézők reggel 8 óráig tekinthessék meg majd a Pápavárosi Televízió élő műsorát. A holnapi 3 órás élőadás utolsó simításai a mai stábülésen zajlottak. Mi felkészültünk. Péntek 18 órától várunk mindenkit a képernyők elé. Ünnepeljék velünk a 25. születésnapot. Híradónk végén, most nézzük, milyen idő vár ránk holnap. Pénteken legfeljebb nyugaton, északnyugaton indulhat párásan a reggel, napközben kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Többfelé megélénkülhet az északkeleti szél. Hajnalban -3, +4, napközben pedig 8-12 fok valószínű. Frontmentes idő lesz pénteken. Kedves nézőink, ez volt a híradó csütörtökön itt a Pápavárosi Televízióban. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!